okoskodunk karácsony körül, hogy sokszor elfelejtjük az ünnep lényegét. Valójában mire kellene figyelnünk? Igazából mi ferencesek az idei évvel egy jubileumi évet nyitunk, és ez a jubileumi év, ez magába foglalja a grecsói karácsonynak a 800 éves évfordulójának is a megünneplését. Ez igazából jövőre lesz, de az idei évben már a generális atya meghirdette is itt az erdélyi kolostor templomainkba is megnyitottunk a centenáriumot, és az idei karácsonnyal már készülünk arra, ami igazából karácsonynak a lényegét adja, és amit látni akart, és látatni akart Szent Ferenc Grecsóban 1223 karácsonyán, mégpedig azt, hogy mekkora szeretettel viseltetik irántunk az Isten, hogy a második isteni személy magára ölti a mi emberi testünket, mindenbe hasonlóvá lesz hozzánk a bűnt kivéve. És ezt akarta látatni Szent Ferenc, ezt akarjuk mi is látni a templomainkban, amikor fölkeressük például a betlehemeket, és ott szemléljük a gyermek Jézust. Igazából ez a gyermek Jézust ábrázoló szobrocska segít abban, hogy egy lelki kapcsolatot alakítsunk ki azzal, akit ábrázol, majd a Betlehemtől a tekintetünket igazából az oltári szentség felé kell fordítanunk, hiszen ott ugyanaz történik minden szentmisében, ugyanúgy, ahogy a mindenható Isten Atya öléből a szűzanya méhébe ereszkedett, úgy nap-nap után megalázza magát újra és a pap kezébe adja, és ezt szemléljük lelki szemeinkkel. Ilyenkor kik kerülnek előtérbe, kiket helyeznek a Betlehembe a kegytemplom hívei? Elsősorban ugye a Szent Család, aki a Betlehembe bekerül, a betlehemi barlangba, boldogságos szűzanya, Szent József, de ott van az angyal, aki meghirdette az örömhírt a pásztoroknak, ott találjuk a pásztorokat, akik első hódolói voltak az újszülött királynak, illetve a napkeleti bölcsek is megjelennek a betlehemi jászol körül, akik a pogány világot szimbolizálják, akik szintén eljöttek és hódoltak az újszülött király előtt. Mi volt az elmúlt év üzenete, illetve hogyan készüljünk 2023-ra? Itt mi a Csíksomlyói kegyhelyen az évi mottunknak a Pax et Bonum, béke és jóság jelmondatot választottuk, ugye ez kötődik a lelkiségünkhöz, a ferencességhez, de igazából azt érzem, azt érezzük, hogy erre vágyunk, a békére és a jóságra. Ezt óhajtjuk 2023-ra is, hogy minél inkább ez az óhajtott béke valósuljon meg, és ezt úgy tudjuk mi megvalósítani a kis környezetünkbe, a családunkba, a kis közösségünkbe, hogyha mi elkezdjük ennek a művelését, és amit új évkor egymásnak kívánunk, azt igazából komolyan gondoljuk, de nagyon komolyan.